közben az aggodalom. Alszik a pókháló, közelében a légy a falon. Csönd van a házban, az éberegél se kapargál. Alszik a kertafa, ágafa, törzsben a harkály. Kasban a mély rózsában a rózsabogár. Alszik a pergő búz a szemekben a nyár. Alszik, ahol van a láng, hideg érem az égen. Föl kell az ősz, és lopni lopakszik az ében. Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló, közelében a légy a faló. Csönd van a házban, az éberegél se kapargál. Alszik a kertafa, ágafa, törzsben a harkály. Kasban a mély rózsában a rózsabogár. Köszönjük mindenkit! Hát előbb azt lehet mondani, hogy tegnap délután már itt Hályos ennek teltház volt az előfogalmon. Most egy szűkebb szakmai kör, vagy egy szűkebb kör jött össze. De ennek ellenére én még nagyobb tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt azzal, hogy egy első alkalommal a meghirdetett Bavai Fesztiválon eljött. Főleg azokat, akiknek olyan kellett kelni és messzire jöttek, mert ott még lelkesebb a háttér és az attitúd, amivel elindultak ide. Nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit Túlkeve városában. Túlkeve alapvetően azt gondolom, hogy mint természetszerzőben van itt, nagyon sok fajt, nagyon sok természeti értéket tűzhetne az zászlajára, és hogyha kellene ilyen város karakterizáló fajokat keresni, hogy mi legyen a túlkevei csecsemőknek átadandó kelendjé, amit készítünk meg ilyesmi, akkor nem tudott volna eszembe előtt, hogy elvétileg Bogoly lesz az, ami leginkább a város magának érez. 20 évig nézegettem, hogy kéne legyen, hogy Léván anyától túlzokot, miután a populációnak egy jelentős része túlkevéhez tartozik, és nem bírtuk kommunikációsan ezt Léván anyától megszerezni, azt már nem fogom tudni behozni, de ennek ellenére jó sok faj lett volna, viszont valami miatt az elmúlt években Erdélyfüles Bogoly fővárosként tetszelektünk mindenütt a médiában, és az igazat megvalva én csak azt szerettem volna, hogy ha már úgy jött a sors vagy a jóisten a különös humorérzékével, hogy polgármesterként kezdtem el ténykedni, akkor az a település, amit vezetek, akkor lehetőség szerint a természeti értékek védelmére irányuló figyelem, az legyen nagyobb. Szerettem volna, hogyha egy olyan rendezvényen is gazdagodik Túlkevének a nagyon sokszínű rendezvénytára, ami konkrétan a természeti értékek védelmére, a természetvédelemre hívja fel a figyelmet. Igen, a Töldélye Fesztivál az más hagyományokat, tehát februárban ugye éppen meséltem, hogy itt van ám visítás hajnalban, két hét múlva hajnalban, mert valami szennyben biztának aznap véget ér a sorsa. De bízunk benne, hogy az Erdélyfüles Bogyók nem jutnak el a sorsa a következő évtizedekben, és ennek érdekében már a telep volt a januári képviselőtestület ülés, megtörténtek azok a törekvések, hogy egy nagyon érdekes intézkedéssel, idegenes helyi védettséggel próbáljunk meg élni, hogy következetesen védelmet kapjanak azok az áttelelő helyek, ahol az Erdélyfüles Bogyók gyülekeznek. Az, hogy az Erdélyfüles Bogoly védelmének milyen aktualitása van, azt inkább meghagynám a nálam hivatottabb szakembernek, Araszi László barátomnak, akit ezúttal is nagy tisztelettel köszöntök, a Magyar Madáten Egyesület elnökségi tagja, vagy szakosztályvezető. És a szakmai részét az meghagynám, hogy inkább érvázolja fel, így rám csak az a posztított, hogy mindig nagy szeretettel köszöntsek városunkban, és nagyon szeretettel invitáljak a mai napra, és nagyon bízok abban, hogy sikerül valami rendhagyó létrehoznunk, és a következő években egy folyamatosan ismétlődő szakmai rendezvénnyel hátra sikerül az éjszaka MMS-reinek védelmével kapcsolatos törekvésekre felhívni a figyelmet, és bevonni minél olyan települést, önkormányzatot abba a közös célkitűzésbe, hogy a települési értékek megmaradhassanak. És akkor megkérem azt, hogy segítsen nekem. Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt polgármester úr, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
Ugye egy ilyen megnyitónál illik szép nagy ívű dolgokat mondani, én ehelyett sokkal inkább földhöz ragadtam, és a mindennapi dolgainkat érintő, vagy az érdeklődésünk középpontjában jobban lévő dolgokról szeretnék pár szót szólni. A felvezetőben polgármester úr mondta, hogy én a Magánterjesztőt ragadóban a Vénus szakosztályának vagyok a újra választott elnöke, az új, az aztán 20 év ezelőtt is voltam, de most újra kitalálták a fiatalok, hogy én legyek a szakosztály elnöke. Igyekszem ezt a feladatot tisztességgel ellátni. A NIMFE a Természetvédelmi Egyesület, és azon belül is a Kovácsági, az itt felfigyelt sok mindenki mással együtt arra, hogy Kisújszálláson és Turkemén sok-sok, vagy nagyon-nagyon sok bagoly tölti a téli időszakban a nappalokat a városban lévő fenyőfákon, vagy más zöldzőnöken. És én erről így korábban is rendelkeztem szegény információkkal, még nem aztán egyszer egy bagolykodató konferenciában meghallottam a itteni kollégák nyári előadását. És akkor azt gondoltam, hogy csináljunk ebből egy országos ügyet. Nagyon szép, mint az Alföld térségében számolgatjuk ezeket a bagolykat. De miért ne számolnánk meg őket az egész országban, amennyire lehetőségünk van. De előtte még azért térjünk ki arra, hogy hát mi a csodának számoljuk, mert most nem verseny ez, hogy itt egyszer volt 100, aztán 102, aztán 104, aztán stb. Mindennek, amit csinálunk, mindennek az égvilágon a védelem a háttere. Az az esernyő, az borítja mindent, az a sátor, és az alatt zajlanak a különböző célnal események, a számlálás, a gyakorlati védelmi programok, a kiadványok, az ismeretterjesztés, a legkülönböző propaganda, tehát mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a lehető legszélesebb körbe felhívjuk a velünk egy városban, vagy egy országban, vagy egy földrészen élő emberek figyelmét arra, hogy nem csak a klímával van akkora probléma, mint amit ugye manapság a bármelyik nyomtatott vagy elektronikus sajtóterméket tanulmányozzuk, hanem legalább ekkora probléma van a biológiai sokféleséggel is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Földön élő, mondjuk így, hogy legalább 6 millió fajból egy, az egy kicsit jobban kezd eluralkodni, mint ahogy azt a biológiai szabályok, meg az erkölcsi szabályok alapján elfogadható lenne. Magyarul az ember olyan tevékenységet folytat, és olyan létszámba kezd jelen lenni, ami a társteremtmények létét alapvetően veszélyezteti, sokat már kipusztított, nagyon sok pedig a kipusztulás közvetlen szélén van. Azt mindannyian pontosan tudjuk, hogy a legspeciálisabb, specialista szakemberek által ismert a mikroszkópba, vagy a nagyító alatt nézhető állatfajoknak a helyzete is nagyon problémás. De egyszerűen nincs rá lehetőség, hogy sokat tegyünk értük, mert nem lehet úgymond társadalmasítani a velük kapcsolatos gondolkodást, vagy tevékenységet. Ezzel szemben a madarak szinte kivétel nélkül alkalmasak erre. Hát persze valami nagyon sűrű bokorban élő Ausztráliában, stb. Az nem alkalmas, de mellette biztos 10 km-en belül van olyan faj, amelyik alkalmas. Ugye a madarak azok az élettevékenységük több elemében, hát finoman szólva is irigylésre méltóak az emberek szemszögéből nézve, először is énekelnek, méghozzá nem is akárhogy, ugye mindenki egy kicsit azért szeretne énekelni, én azért ebből kívül vagyok, de ez legyen az örömükre. Színesek, hát ugye az ember minden színesben lát, még a kutya se lát minden színesben, az ember minden színesben lát, következésképpen a madaraknak az a végtelen szín és formagazdagsága, ez folyamatos érdeklődésre tart számot, repülnek, csak gondoljanak vele, hogy amíg az ember nem jutott el a technikai fejlődés során odáig, hogy valamilyen repülőeszközzel ne csak a szikláról leugorva ripigyára törje magát, hanem esetleg valameddig el is jusson, majd most már ugye átszeljük a kontinenseket, sőt már ugye kívül vagyunk a föld légkörén is. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik miatt a madarakra az érdeklődés lényegesen nagyobb, mint bármely más élőlény csoport. És ráadásul ugye a Földön való eloszlásuk is olyan, hogy a legborzalmasabb ég és hóviharok közepette ott ülnek szegény pingvinek és költik a tojásaikat.
és hát ugye a legnagyobb magas hegyek tetején is ott vannak, és természetesen itt a városban és mindenütt. És hát egyik ilyen faj, az erdélyi fülesbagoly, amelyik nem egyedüli a városlakók közül, mert hiszen a macskabagoly is nagyon szeret a városban lenni, és a város széle kulik is ott van, és lehet folytatni, hogy más részei Európának, mint mindenki, hogy ezt majd inkább a délutáni előadásban. Tehát itt van egy bagoly, erdélyi fülesbagoly, széles körű érdeklődés veszi körül, mit nem mondjak, 41 néhányan ülünk ebben a teremben, szombat délőtt túl kevén. Tehát ugye mégse arról van szó, hogy tudom, mint augusztus 18-án délután egy kellemes napsütésben egy söröző parkot összejön 200 ember, 180 a sörér, 20 a bagolyért, hanem hát itt mindenki azért jött ide, hogy a bagyokkal kapcsolatban az ismereteim bővítse, és meg vagyok győződve róla, hogy az érdeklődés még ennél is sokkal tágabb. Én azt gondolom, hogy ezt az érdeklődést nekünk egyrészt fel kell tartani, másrészt az érdeklődést tartalmilag ki kell szolgálnunk, tehát olyan programokat, olyan rendezvényeket, olyan eseményeket kell szerveznünk, amelyekkel az érdeklődők számára hasznos információkat tudunk átadni, meg élményt. Ugye minden madárral való találkozás tulajdonképpen egy élmény, pláne egy ilyen tömeges bagolyjal való találkozás, az feltétlenül egy élmény. Ezeknek a gondolatoknak jegyével ültünk le egyszer Robival másfél hónappal ezelőtt, és kezdtük el kigondolni azt, hogy tulajdonképpen mi minden dolgot lehetne ebből csinálni, és hát azt is elárulom, hogy azért van bennünk egy olyan, hogy ebből hagyomány legyen, tehát ez nem csak egyszer összejöttünk, hanem szeretnénk, ha ez a későbben folytatódna. És aztán ennek a ötletelésnek a részeként merült fel bennünk az is, hogy mi lenne, hogyha a hasonlóan nagyszámú bagoly nappalozó helyén lévő településeket összehívnánk egyszer, aztán ezt még tovább görgettük és eljutottuk odáig, hogy végül is a madárbarát települések is biztos tudnának egymásnak hasznos, okos gyakorlati tanácsokat adni, és akkor hát most ezen a rendezvény sorozaton elkezdjük ezt is. Nagyon bízunk benne, hogy ebből egyszer még akár egy madárbarát települési önkormányzat szövetség is lesz. Úgy nézem, hogy az érdeklődés elég jelentős ahhoz, hogy akár ezt viszonylag rövid időből is meg lehessen szervezni. Én örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Nagyon remélem, hogy akár a mai nap, akár a holnapi nap, és akik már tegnap is itt voltak, azoknak meg különösen már vannak is élményei. Élménydús lesz a mai nap. Köszönöm a városnak, hogy a lehetőséget biztosította és megszervezte ezt a rendezvényt. Köszönöm önöknek, hogy eljöttek. Érezzék jó magukat. Köszönöm. Köszönöm szépen a köszöntését, mindezt amit magad a felvezetőmből elhogy, hát az irodatokkal, hogy ez mint közismert, téged voltak vagyok mondában lehet, mint polgármester, ezért a kötelező protokollköröket még nem tudottam meg, de nyilvánvalóan igazán a népszerűt is külön köszöntelem azokat a polgármestereket is, akik körülben vannak, és azokat a települési önkormányzati képviselőket vagy munkatársakat is, akiket megtisztelték a rendezvényünket. A protokollban még gyakran vannak, és elnézésüket kérem, de ezúttal így egységesen nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyiket, akik eljöttek. És ma ezen az alkalommal meg is tegyem azt a felkérést, hogy csak a települések vezetői vagy a települések részéről önkormányzati munkában részvevő szakemberekkel visszavonulnánk egy kisebb szakmai beszélgetésre, hogy hol kezdjük ennek az alapjait. Mindenki másnak pedig jó és kellemes időtöltést kívánok a délelőttre, és délután találkozunk, azt hiszem, hogy itt többségében délelőtt előadások vannak. Akkor ezt majd Kovács István múzeumvezető kollégám elmondja, hogy most mi is folytatódik, mert ebben már én is tájékozottam. Szeretettel köszöntök mindenkit a Madonás Károly Mészáros János Városi Könyvtár nevében, érezzék jól magukat nálunk. Ahogy polgármester úr mondta, igazán megköszönöm polgármester úr és Haraszti Lászlóról megnyitó szavait, és ahogy polgármester úr jelezte, ismeretterjesztő programok fognak következni, melynek első állomása Túlkeve a Bagyok Fővárosa címmel Kovács Ágnes a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fülesbagoly Védelmi Koordinátorának előadását hallgassák meg. Kérem, fáradjon ki! Nekem most az lenne a tisztem, hogy elkezdjék arról mesélni, hogy miért lett éppen ez a település a Bagyok Fővárosa, és ezt hogyan kell
elképzelni. Tulajdonképpen egy kis ízelítőként annyit mondanék, hogy jelenleg azokra az emberekre, minden egyes főre, akik most itt velem szemben ülnek és engem hallgatnak, fejenként körülbelül 8 bagoly jutna, itt túlkevén, tehát összesen még a 300-350-et is meghaladja azoknak az elégfeles bagolyoknak az egyetszám, akik jelenleg túlkevén nappaloznak. És hát ugye miért éppen Turkeve, ez egy nagyon-nagyon szerencsés összeforgása volt az eseményeknek. Ugye csak 2018-ban derült ki az, hogy Turkevén nappalozik a legtöbb emberfüles bagoly Magyarországon. Ehhez ugye egyrészt szükség van baglyokra, másrészt meg szükség van felmérőkre, akik ezeket a madarakat megszámolják, és hát az a szerencsés esemény sorozat, ami pont velem történt meg, ennek lett az eredménye az, hogy most már ugye harmadik éve kijelenthetjük azt, hogy itt élvezhetjük a legtöbb emberfüles bagoly társaságát. Egy rövid kis kitekintőt engedjenek meg nekem, én igazából már általános iskolás koromban is, amikor otthonról mentem tanulni, baglyos gyülekezőfák alatt haladtam el, egy kis visszálláson jártam iskolában, ott éltem. Tehát a baglyok tulajdonképpen 7-8 éves koromtól kezdve a társaim voltak, és minden télen volt lehetőségem velük találkozni. A tanulmányaimat is a természetvédelem irányába kezdtem meg. Debrecenben kezdtem el hallgatni természetvédelmi mérnöki szakot, és akkor a szakdolgozat választás időszakában kellett el nekem is eldöntenem, hogy miből szeretném a témámat kidolgozni, és ugye teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, és egyébként akkor még ugye nem is olyan túl sok település tudhatta ezt a jelenséget magának. Én azt a feladatot választottam, hogy kisújszálláson minden téli héten egy napon felmérem azt, hogy összesen hány erdei fülesbagoly van bent a belterületen, és megnézem azt, hogy ők közben hogyan viselkednek, milyen fafajokat választanak, hogyan hat rájuk az időjárás. Ugye az MSC dolgozatomat is sikerült igen nagy szerencsével és sikerrel ebből megírnom, és közben annyira megszerettem ezeket a madarakat, hogy el tudtam helyezkedni a Népfel Természetvédelmi Egyesületnél, és ugye magától értetődő volt, hogy ezt a kutatást folytatom. Majd a Hatabányi Nemzeti Parknál, illetve utána Jászberényi Állatkertben folytattam az életemet, de a baglyokat sosem engedtem el, és minden télen elvégeztem a heti számlálásokat, és 2017. novemberben élt az a megtiszteltetés, hogy már ugye az MME kötelékén belül egyébként lesz szó, hogy ezt az egész bagoly felmérőzsit a Népfel Természetvédelmi Egyesület indította el. Az MME kötelékén belül már egy országos méretű program során is lehet ezt folytatni. És hát Turkeve meg úgy jött kisújszállás után az életemben, hogy amikor ugye Turkevén itt elkezdtem dolgozni, akkor már kisújszállással párhuzamosan eljöttem Turkevére, és ott is minden héten megszámoltam a baglyokat. És ugye 2018. januárjában jött az az esemény, amiről egyébként majd Ija is fog itt lenni az előadásban, hogy soha nem látott egyetszámokat lehetett tapasztalni. Nagyon viccesen néhány évvel ezelőtt egyébként tőlem a polgármester úr megkérdezte, hogy mi a francok ezeket a baglyokat minden héten megszámolni. Akkor egy kicsit rosszul esett, de most már olyan boldogan tudnék erre válaszolni, hogy ha minden héten nem számoltuk meg volna minden héten őket, akkor nem tudtuk volna, hogy akár 600-an is lehetnek egy településen, és ez a település éppenséggel Turkeve. Úgyhogy háttérinformációként ennyit mondanék el, hát ugye a madarak jelenlétét elsősorban a táplálék ellátottsága, a táplálékbázis megléte határozza meg. Itt Turkevén eléggé kettős, illetve jobban mondva nagyon diverz a város környéki élőhelyeknek az állapota. Egyrészt eléggé nagy arányban találhatók mezőgazdasági területek, nagyon-nagyon sok szántóföld van, ami egyébként eléggé szerencsésen mozaikol a füves élőhelyekkel, aki volt tegnapi napon, és meghallgatta a papazói előadását, illetve megnézte a fantasztikus fotóit, azt ugye már tudja, hogy rendkívül sokszínű a környéki füves puszták élővilága, és ugye a színás, vagy éppen nagytestű madarak mellett azért a kisméretű táplálékállatok
jelenléte is nagyon-nagyon jelentős. Ugyanis hát az erdei fülesbaglyokról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon szeretik a mezei pockokat, és a mezei pockoknak meg rendkívül alkalmas a szántóföldekkel, illetve egyebekkel mozaikoló élőhely szerkezet. Tehát itt mindig stabil mezei pockok állomány van jelen Turkeve környékén. És ezt ugye az erdei fülesbaglyok is nagyon nagy szeretettel kihasználják. Ezt egyébként különféle módszerekkel lehet mérni, hogy adott évben ugye mennyi a rendelkezésre álló táplálék mennyisége. Ugye beszélhetünk mezei pockok gradációról, amikor mezei pockok állományának egy ilyen robbanásszerű növekedése tapasztalható. Ezt ugye a rájuk vadászó ragadozók állománya is leköveti egy-két évvel belül. Utána előfordulhat esetleges összeomlás, tehát egy viszonylagos hullámzás jellemző általában a mezei pockok állományra. Itt egyébként túl kevén látsz kívül évre, hogy a mezei pockok gyakorlatilag 2-3-400 erdei fülesbaglyot is képesek eltartani, ráadásul télen. És ugye még csak az erdei fülesbaglyokról beszélhetünk, az egerészőnyeket, a réti fülesbaglyokat és a többi mezei pockokra vadászó fajt még meg sem említettük. És ugye hát eljön a téli fél év, beköszönt a december, sőt már ugye nagy rész novemberben is megfigyelhetőek fákon nappalozó erdei fülesbaglyok. Igazából kettő vonzata van ennek a jelenségnek, egyrészt itt a határban is rengeteg erdei fülesbagoly költ, másrészt a környező országokból északabbi területekről is érkezhetnek hozzá kártelenő egyedek. És ugye ez a kettős jelenség hozza meg azt, hogy igazából leginkább az alföldi településeken, egyébként a kis alföldön is elég magas egyedszámú településeket lehet találni gyülekezőhely szempontjából. És ugye igazából most már kezd mindegy lenni a baglyoknak, hogy elbújnak-e vagy nem. Ugye van egy alapstratégiájuk, amiről egyébként majd később beszélni is fogok, hogy ők azért napközben szeretnek elbújni. De egy ekkora egyedszámú gyülekezőhelyen azért majd egyébként délelőtt is látni fogjuk, hogyha eljönnek velem egy kis túrára itt a városban, hogy abszolút takarásmentes kopasznompullatókon is meg lehet ezeket a madarakat figyelni, nem is olyan kicsi egyedszámban. Nagyon szeretik a nyírfákat, szívesen telepednek fűzfára, ezek mellett pedig a zöldjuhat is nagyon-nagyon kedvelik. És ugye a nappalokat körülbelül ilyen állapotban töltik el. Ez egy nyugalmi állapotú erdei fülesbagoly, ugye nagyon sok ilyen laikus kérdés szokott lenni, hogy most ez a bagoly éppen miért vékony, vagy miért beteg, vagy az éppen gyerekbagoly, vagy erről is lesznek később diák, hogy ugye tudjuk azt, hogy éppen milyen érzelmi állapota van, és éppen most egy dagi bagyot, vagy egy somány bagyot látunk éppen. Tehát az éjjeleket pedig vadászattal töltik, ugye ők jeli aktivitású madarak. Két fontos momentum van a nappali pihenés, illetve az éjszakai vadászat között. Hajnalban a világosodás során fogják magukat és berepülnek ide a települések területére, ezt úgy nevezzük, hogy behúzás. Ez egy eléggé gyors, intenzív folyamat, mindenki minél előbb igyekszik megtalálni a saját kis kedvenc nappalozó fáját, és igazából néhány perc, illetve 10 perc alatt lezajlik ez az esemény. Viszont amikor vadászni indulnak, ugye el kell sötétedni, és azt látjuk a baglyokon, hogy egy-két fával arrébb repülnek, kijönnek a nappali gyülekezőhelyükről, valamilyen lombhullatóra kirepülnek, elkezdenek tollászkodni, ürítenek egy kicsit, nyújtózkodnak, tehát ez egy vontatottabb, sokkal kényelmesebb folyamat ez az esti kihúzás. És éppen ezért látványosabb is. A tegnap este folyamán vezettem egy kis túrát, és volt is lehetőség megnézni, hogy ilyenkor hogyan viselkednek ezek a madarak. 10-20 percet eltöltenek ezeken a nyújtózkodó fákon, és akkor nagyon-nagyon komótosan indulnak el az esti vadászatukra, és ilyenkor ugye nem azzal kezdik, hogy illegyenesen nagy-nagy magasságokba repülve sietősen elindulnak, hanem ott a megfigyelők fejek fölött akár egy-két méterrel röpködnek kényelmesen, és próbálják magukat összeszedni a nagy éjszakai kihíváshoz, tehát mindenkinek ajánlom majd egyszer, hogy egy ilyen esti kihúzást is próbáljon megfigyelni, és ugye hát
Próbálnak ők ugye ragaszkodni az örökzöldekhez, ez ugye azért van, mert ők túl nagy népszerűségnek örvendenek a nappali madárfajok kapcsán sem, ők sem tudottan szeretik a baglyokat, illetve hát ők napközben szeretnének pihenni, tehát ezt minél nyugalmasabb környezetben akarják megoldani. Erre tökéletesen alkalmasak a települések bácsületén álló örökzöldek, parkokban, iskolaudvarokban, templomkertekben, temetőkben, ugye nagyobb némely számban találhatunk tujákat, fenyőket, tiszafákat, és ugye ezek a baglyok megtanulták, hogy ott tulajdonképpen őket semmilyen esemény nem háborgatja, hiszen nyugalomban el tudják tölteni a nappalokat. De hogyha van olyan lombhullató, ami valamilyen képlete mondjuk a termése révén megfelelő takarást biztosít, akkor ez is tökéletesen megfelelő nekik. Ugye ezen a fán ugye egy zöld vihar látható, hogy nagyon jól képesek beleolvadni még ebbe a lombhullatós környezetbe is, és jól el tudnak bújni. És hát ugye Turkevén is már több évtizedes hagyomány szerint minden évben visszalátogatnak ezek a madarak. Most pont olyan képeket raktam be, amik lombhullatókon ábrázolják a baglyokat, tehát önök számára is viszonylag könnyen észrevehető a tisztaszakébaloly fafajonként. Úgyhogy az ő megjelenésükre biztosan lehet számítani, és akkor néhány kis humoros fotóval próbáltam itt szemléltetni, hogy igazából őket megtaláljuk szinte minden időjárási körülmény között. Nekik tulajdonképpen, hogyha tele van a hasuk, igazán mindegy, hogy milyen időjárás van. Nagyon viccesek ezek a tollfülek is, ugye gyakran kapom azt a kérdést, hogy akkor a baglyok ezzel hallanak, tehát talán itt köztünk mindenki tudja, hogy nem, ezek csak ilyen vizuális képletek, tollfülekről van szó, és a fülnyílásuk tulajdonképpen a fej két oldalán helyezkedik el. És ugye elég nagy hidegedben, ilyenkor, amikor szép deresek a fák, még könnyebb is őket észrevenni. És akkor ez az alapállapot egy nappali fülesbagolynak tulajdonképpen, hogyha nem zavarja senki, ilyen kis lelapított tollfülekkel, csak ott számmal pihen, és órákat képes így eltölteni, de hogyha ugye ők is figyelmesek arra, hogy őket nézik kíváncsi szemek, akkor rögtön felmeresztik a kis tollfüleket, és akkor meg lehet figyelni azt is, ami tulajdonképpen a legjellemzőbb bélyegük, a narancsárga iris. Ugye majd lesz szó a réti fülesbagolyról, és meg is tanuljuk majd összehasonlítani a két fajt, illetve megkülönböztetni. Tulajdonképpen az a leggyakoribb eset, hogy az utcán járók elők észre sem veszik, hogy tulajdonképpen több tucat erdei fülesbagoly alatt sétálnak el, pláne egy Turkevén. Úgyhogy remélem, hogy majd kint a túrán is tudok meglepetéseket okozni, és majd önök is egy kicsit megdolgoztatják a szemüket, illetve a megfigyelő képességüket, és ugye több erdei fülesbagyot fogunk találni együtt is. És ugye ez egy jellegzetes képe, fajképe ennek a madárnak. Ugye elég hosszúak a tollfülei, és itt az oldalán elhelyezkedő fehér háttér, amit nevezem, hogy egy kis gyöngy sor, ez is egy elég jó határozó bélyeg, hogyha meg szeretnék állapítani a fajt, és akkor ugye mi a legideálisabb tulajdonsága egy olyan madárnak, aki szeretne elbújni a többiek elől, hát az, hogy olyan torruhát ölt, ami őt el tudja rejteni a saját környezetében. A baglyokra általánosságban jellemző az, hogy főleg az erdei fajokra, hogy ilyen fakéreg mintázatot utánzó tollazatot viselnek, és tulajdonképpen gyerekekkel nagyon kis mókás játékokat is lehet ilyen fotóválogatással csinálni, hogy meg kell találni a képen a baglyot, mert igazából tökéletesen bele tudnak olvadni, főleg a laikus szemlélődő számára az örökzöldekbe is, és ugye lombhullatók képébe is, és hát nem is véletlenül van ez, ugye eleve a városokban a belterületekre azért húzódnak be, mert a téli időszakban itt városi környezetben mindig 1-220 fokkal azért enyhébb a hőmérséklet, barátságosabb a klíma, ragadozóik is vannak ezeknek a baglyoknak,
a nyestről beszélhetünk, a híja is megtámadhatja őket, és ugye kint külterületen ezeknek az állatoknak ők fokozottabban ki vannak téve. A harmadik dolog pedig, hogy a nappali madárfajok nem igazán kedvelik a baglyokat, és mindenféle módon megpróbálják a többiek figyelmét is felhívni arra, hogy ha a baglyal találkoznak, és ugye ők maguk is igyekszenek minél több borsot törni a baglyoknak az orrán. Itt ezen a gantól jó minőségűképpen azt lehet megjelenni, tormányos varjú vett észre, gyerni fülesbag jött, és hát szegény azelőtt, hogy elrepülne, ilyetében helyet változtatna, azért megpróbálja a kis fegyvereit bevetni, ugye felmereszti a tolfüleit, elkezd nagyon látványosan pislogni, ugye a személynek, a feltűnő narancság a személynek a villogtatásával hiszi azt, hogy majd ő valami félelmet, vagy visszahátrálást vált ki ebben a dolgban és valójában, illetve a csőrüket is szokták kattogtatni, az is az elijesztés jele a baglyoknál. És akkor a laikus úrtól ugye mindig kapunk kérdéseket, én ugye állatkertben dolgozom, ott azok a leggyakoribb kérdések, hogy hány éves, meddig él, fiú vagy lány, mit teszik, meg hogyha esetleg jellegzetesebb állatbajról beszélünk, akkor mi a neve. Hát a bagoly megfigyeléskor ugye rögtön az az első kérdés, hogy látnak egy kisebb testméretűnek látszó baglyot, látnak egy nagyobb baglyot, és akkor jönnek az érdeklődő kérdések, hogy akkor most ő neki a gyereke, mert hogy ő kisebb, a másik meg nagyobb. Hát ő most biztos nagyon le van fogyva, ő biztos kevesebbet tudott tenni, mert olyan vékonynak látszik, és akkor hogy most ezt hogy lehet egymással megkülönböztetni, melyik a lány bagoly, melyik a fiú bagoly. Tényleg sokkal ennyi vagy, nem? És ugye erre hát egy ilyen félig ijesztő, félig vicces képet hoztam, tehát így néz ki egy bagoly, amikor nincsen rajta toll, és akkor ugye ehhez, hogy ezzel össze lehet hasonlítani azt az állapotot, amikor van rajta toll, de tulajdonképpen amikor egy ilyen csíkká vékonyan a termékfüles bagolyt látunk, az azért van, mert ő sovány, vagy mert ő gyerek, mert ugye kisebbnek látszik a többieknél, hanem azért van, mert ő már egy ilyen izgalmi állapotba került, észrevette azt, hogy mi nézzük őt, és magát minél jobban összehúzva próbál a saját környezetébe beleolvadni, minél kisebbnek, minél észrevehetetlenebbnek tenni magát. Tehát ugye ezen a fotón is látszik, hogy ő, aki kicsivel vékonyan, már észrevette a fotóst, de a gombábbik társa, aki tőle jobbra ül, még nem tűnt fel, hogy esetleg valami veszély is lehet, ő még teljesen az a tollazattal nyugalomban tanyázik az ágon. Tehát összességében annyira van szó, hogy azok a baglyok, akik komfortosan érzik magukat, több levegőt hagynak meg a tollaik között, lazábbra engedik a tollazatukat, akik meg már egy kicsit félnek, ők összehúzzák magukat, de tulajdonképpen testméretű testtömegre ugyanakkor a baglyokról beszélünk. Azt nem tudjuk megállapítani, hogy kikinek a gyereke, ki a fiatalabb, ki az öregebb, ők ugye már a tavalyi évi kifejlett fiatalok is teljesen úgy néznek ki, mint a többi idősebb bagoly. És ugye hát a sovány és a kövér bagoly között sem érdemes különbséget tenni, mert nem nagyon lehet. Szokott még feletlenni a kérdés, hogy a hímeket meg a tojókat meg lehet-e esetleg különböztetni egymástól. Nagyon sarkos eseteket igen, vagy hogyha éppen egy konkrét párt látunk egymás mellett, a tojók egy kicsit sötétebbek, több a melegbarna, több a rozsdás árnyalat a tollazatukban, a hímekben pedig a fehéres, illetve az ilyen sárgás, krémfehéres árnyalatok dominálnak, de ezek csak nagyon-nagyon jellegzetes esetben figyelhetőek, meg egyébként nagy biztonsággal nem lehet róluk megmondani. És hogyha esetleg valakinek maga a bagoly nem tűnne fel, akkor vannak olyan eszközök, olyan kis momentumok, amikre érdemes odafigyelni jártunkban, keltünkben, ugyanis ezek a baglyok nyomokat hagynak maguk után. Egy jó nappalozó fa alatt, ami mondjuk több tucat bagoly is tele lehet, ilyen jó kis köpetszőnyegek alakulhatnak ki. Hetek, hónapok elteltével ugye egyre inkább vastagszik ez a bagoly köpet szőnyeg, és ez ugye egyértelmű bizonyíték arra, hogy az ürülégnyomok mellett, vagy itt akár erdélyfüles baglyokkal is találkozhatunk, hogyha jobban kinyitjuk a szemünket, és hát ez a jó kis köpet szőnyeg meg így keletkezik, ugye ezt a baglyokról legtöbben tudjuk, hogy az ürítés mellett azért az elfogyasztott táplálék emészhetetlen frakciója, főleg a szőrzet, a csontozat, ha madarat fogyaszt a toll, esetleg, hogyha rovarokat fogyaszt, bogarakat, akkor a kitépáncél, ugye visszafelé távozik egy ilyen sötét színű, hosszúkás
köpet formájában, és ugye ezek képesek kilószámra, 100 kilószámra felhalmozódni a nappalozófák alatt. Hát mi a köpetnek is örülünk, hogy az állatok iránt, a természetvédelem iránt érdeklődő kutatók azért nagyon nagy ajándéknak gondolják, hogyha nagy számban találkoznak köpetekkel, mert a köpet tartalmának az elemzése során nagyon-nagyon sok érdekes információra tehetünk szert. Ugye általában legnagyobb mértékben kisrágcsálókról beszélhetünk. A kisrágcsálók fogazata alapján akár faji szintű határozásra is képes már, nem csak jelenleg, már évtizedekkel ezelőtt is képes volt a tudomány, tehát a kisrágcsáló összetétel, a táplálék adottság, a táplálék spektrum nagyon-nagyon jól után követhető a babolyköpet elemzésekből, tehát ez mindenképpen egy nagyon informatív dolog lehet, hogyha a szakértő emberhez kerülnek ezek a köpetek. És ugye beszéltem a sarkos esetekről, a legtöbb füles babolyú úgy néz ki, de nagyon-nagyon nagy véletlenek árán azért albino egyetekbe is belefuthatunk, ugye nekik ők teljesen pigmenthiányosak, egyetlen egy szín sejt sincs a tollazatukban, ugye az albino egyeteknek a szeme is piros. Ez egy holland kép, és 2 vagy 3 évvel ezelőtt készült, de egyébként pont most januárban a Balaton mellett is sikerült egy ilyen teljesen hófehér erdélyfüles baglyot, nem hóbaglyot, hanem erdélyfüles baglyot, csak egy albino változatát megfigyelni. A másik véglet pedig az, hogy ha valakiben túl sokan pigment és ilyen nagyon-nagyon sötét megjelenés kölcsönöz a madárnak, ez egyébként más madárfajoknál is előfordulhat. Jobb oldalon egy teljesen átlagos színezetű erdeifüles gajot figyelhetünk meg, és akkor ehhez képest, mint aki belesett a kémébe, bal oldali úgy néz ki, de ez neki az eredeti színe, úgyhogy ő így járt. És akkor kicsit ugye visszatekintve az elmúlt évekre, de mondjuk a jelenről is beszélhetünk, mert már ugye idei felmérések is vannak. Ugye Turkeve változatlanul tartja ezt a tisztet, hogy Magyarország baboly fővárosa. Én hoztam egy kis tudományosabb ajánlott is, ez ugye 2018-ról szól ez a grafikon, kis újszállást és Turkevét hasonlítja össze, ugye a heti számlálások kapcsán. Az alsó vízszintes sorban a hetek számát lehet olvasni, bal oldalon pedig azt, hogy adott héten mennyi baglyot sikerült megfigyelni, és ugye az abszolút rekord az 590 erdeifüles bagoly, akit ugye egy Turkevén sikerült tulajdonképpen egy 1-2 hektáros tömböt körülvelve megszámolni, tehát ők mind a városon belül, ráadásul a városközpontban tartózkodtak, tehát az valami fenomenális élmény volt, amikor igazából fürtökben csüntek a baglyok az összes nappalozófán, úgyhogy egyrészt a heti számlálások kapcsán derülhetett erre fény, másrészt ugye már többször volt említés arról, hogy az országos lakossági felmérést ugye a NIMFA indította el, ő vele járt gyerekcipőben ez a program, és ugye szerencsére annyira kinőtte magát, időközben átvette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is ez a programot, hogy most már egy nagyon-nagyon közismert és egyre több résztvevőt felsorakoztató programról van szó. Tulajdonképpen az országos szinkron számlálás arról szól, hogy kijelölünk 4 napot januárban, ezt meg is hirdetjük, és akkor bárki, aki kedvet érez magában, és esetleg tudomása van arról, hogy a saját lakóhelyén nappaloznak baglyok, ő akkor a saját megfigyeléseit elküldi az MME számára, és ebből mi egy nagyon-nagyon színes kis összesítést tudunk kreálni. Hát tulajdonképpen 3-400 résztvevővel szokott mostanában zajlani ez az éves szinkron számlálás, és ugye mindig készítünk egy ilyen kis térképet is, hogy számértessük azt, hogy egyrészt a felmérői, az adatszolgáltatói tevékenység, aktivitás mennyire erős, bizonyos megyékben ugye lehet látni, hogy gyengébb. A szürke pontok azt jelzik, hogy volt ott ember, aki kiment és baglyot keresett, de nem talált baglyot. A barna pontok pedig azt jelzik, méretükkel
és szemléltetik ezt, minél nagyobb a bajnak, hogy annál több bajot sikerült megvigyelni, és ugye térképről is leolvasható, hogy a legnagyobb pöttyök itt Turkebre és Kisújszállás környékén keletkeznek, és ez nagyjából le is fedi a valóság, ugye a Duna-Tisza közé még sokkal több település lenne, ahol lehetne bagyokat találni, de 300-nál, 350-nél több bagoly tulajdonképpen Kisújszállás kivételével nem nagyon gyülekezik Magyarországon, és van nekem egy nagyon-nagyon tevékeny és szorgalmas kollégám, úgy hívják, hogy Orbán Zoli, ő ugye az MMA-nek a sajtószóvivője, nagyon-nagyon szeret szoszolni az adatokkal, és akkor kiszámolta, hogyha egy szinkron alkalmával Magyarországon körülbelül 10 000 erdei fülesbagoly gyülekezik, akkor nekik mi a fogyasztása, ugye? A mezei pocok mezőgazdasági értelemben nem túl kedvelt élő lények, direkt nem fogalmazok úgy, hogy hasznosak vagy nem hasznosak. Ők ugye mezőgazdasági kártevőknek számítanak, úgyhogy a mezőgazdasági növénytermesztés kapcsán nagyon jó az, hogyha minél több bagyunk van, mert minél több bagoly van, annál több mezei pocok tűnik el a szántóföldekről. Úgyhogy ezzel talán még egy réteget meg tudunk fogni, és még egy rétegnek fel tudjuk kelteni az érdeklődését, hogyha elmondjuk, hogy egy tér alatt 10 000 erdei fülesbagoly 71 tonna mezei pockot is elfogyaszthat. Úgyhogy már csak ezért is érdemes rájuk vigyázni és megtartani a településben lévő gyülekező helyeket is. És akkor egy kis aktualitás még, ugye ezek a jelenlegi téli számlálások december elejétől indultak a heti felmérések, és jelenleg ez a helyzet Turkevén, ugye tegnap előtt volt a legutolsó felmérés, és 362 madarat sikerült megfigyelni. Ugye, tessék? És ugye mellett a kis visszállási adatokat is meg lehet tekinteni, és akkor néhány életképet mesélnék, ugye nagyon sok aktualitás van, főleg, hogy Robi is a szárnyai alá vette újra a fülesbagoly ügyet. Turkevének az egyik legkedveltebb gyülekezőhelye látható a fotókon. Hát látszik, hogy egy kicsikét lepukkant az udvar, ez az egykori gyermekorvosi rendelőnek az udvara, de pont emiatt, hogy emberfia már nem nagyon megy oda, a bagyok körében rendkívül népszerű, mert ott aztán tényleg senki nem zargatja őket. Most ugye vannak tervek az épület felújítása kapcsán, de én bízom benne, hogy a nappalozófákat sikerül érintetlen állapotban majd megőrizniük. Itt a jobb oldali képen látszik egy nagyon-nagyon magas keleti tuja, de neki az érdekessége, hogy az országban ezen a fán sikerült eddig egyszerre a legtöbb gyülekező erdei fülesbagyot megszámolnom, mindösszesen 121 madár tartózkodott akkor ezen az egyetlen fán. Úgyhogy tényleg reménykedni tudok benne, hogy a nappalozó fák száma is gyarapszik, mert ugye ezek a fák sem lesznek meg örökké, és egyébként megfigyelhető egy folyamatos állapotromlás, főleg a fenyőféléknél, de egyébként a tujáknál is, úgyhogy mindenképpen szükség lesz majd nappalozó fa pótlása. De ez az udvar, ez nagyon nagy szenzáció a bagyok számára. Ugyanakkor ugye több évtized is eltelt már, hogy bent vannak ezek a madarak közöttünk, és nagyon jól összeszoktak az emberekkel, tehát egyáltalán nem arra kell gondolni, hogy elmegyünk a gyülekező falat, és még rájuk sem szabad nézni. Ezek a bagyok tökéletesen megszokták az emberek társaságát. Itt ugye a Kávé utca felől lehet ez a Petőfi iskola, vagy tudom, a Petőfi iskolának a focipályáját látni. A gyerekek nagyon boldogan és aktívan rúgják a labdát. Bármikor lebombázhatnák azokat a nyírfákat, amiket egyébként akkor is 20-30 erdei fülesbagoly tartózkodik, tehát igazából a gyerekeket sem nagyon érdekli az, hogy rárúgják a labdát a bagyokra, meg a bagyokat sem érdekli, hogy bármikor eltalálhatja őket egy labda, tehát nagyon-nagyon jó már a szimbiózis ilyen szempontból. Hát a bagyok egyébként összeszedik minden bátorságukat a téli időszak, a téli szünet időszakában, és kolonizálnak olyan fákat is, amik már nekik is nagyon rezgős talaj az iskolai időszakban, amikor teljesen kihal az iskola udvara, ők nagyon-nagyon bátran ezeket a kopasznomhullatókat is birtokba veszik, amikor ugye nincsen zsibongó gyerek alattuk. Azon a nyírfán ott a háttérben a téli szünet idején 40-et is sikerült megszámolni, azon az egyetlen fán,
És ahogy ugye visszatérnek a gyerekek a január elejé időszakban, ugye maguk is inkább visszamásznak egy kicsit messzebb, illetve nagyobb takarásban. Ugye alapvetően nagyon-nagyon szeretik ezt az iskolai környezetet is. Ez a kép tegnap előtt készült, amikor utoljára számoltam itt Túrkemén, hát hogy egy kicsit megingott a jókedvem, amikor erre a jelenetre érkeztem meg a Petőfi téren. Az a tűzoltó, az a dalus emelő, ott már nagyon-nagyon dolgozott, és közben László résztel nyírták nagyon-nagyon lelkesen az egyik nappalozó fát, azt a japán akácot, tehát én biztos voltam benne, hogy az egész épületet most fogják újítani, és az összes fát ki fogják vágni a baglyok alól, és meg voltam róla győződve, hogy itt ezeken a környezet a tujákon, most aztán biztos, hogy nem találok el egy füles baglyot. Ment a traktor, zúgott a fűrész, egy csomó ember szalongott, meg tevékenykedett ott, úgyhogy el is volt egy kicsit keseredve, hogy itt most nem sok dolgom lesz. Ugyanakkor, mire végére értem a számlálásnak, mégis sikerült 95 baglyot megszámolnom, és még azon a tuján is volt három, ami közvetlenül a munkaterület mellett volt, tehát már ez sem zavarja őket, tehát igazából lehet, hogy még egy felhőkarcolót is fel lehetne építeni mellettük őket, aztán túlzottan az a vele. Az a titok, ők egyébként tudják, hogy mikor foglalkozunk velük, majd most a túra során is mondani fogom, látszódni fog a madarakon is, hogy az esik nekik rosszul, amikor mindenki velük foglalkozik. Bármilyen munkálat lehet alattuk, hogyha nem ők vannak a figyelem középpontjában, hogyha nem rájuk figyelnek, akkor mindent elviselnek, de ők ilyen szégyenlős marálfajnak számítanak, és hogyha azt látják, hogy az összes tárcső, meg az összes szempár rájuk irányul, na azt már ők sem szívesen viselik el, és akkor repülnek el. Ez ugye az etikus madárfotózásnak is egy ilyen sarkalatos pontja, hogy azért az erdélyfüles baglyokról is próbáljunk úgy jó minőségű képeket készíteni, hogy lehetőleg ezzel nem zavarjuk meg a nyugalmát, és nem késztetjük helyváltoztatásra, vagy nagyon-nagyon messze repülésre ezeket a madarakat. Volt egy nagyon érdekes jelenség január 17-én. Nagyon-nagyon tartós köd volt, hol szél volt, hol nem volt szél, a levegő nedvesség tartalma nagyon nagy volt, és egy ilyen gyönyörű kis jégpáncélba öltöztette a nappalozó fákat is. Igazából ezeken a napokon jóval kevesebb baglyot sikerült kisliszállásra is, meg Túrkemén is számolni. Egyrészt szerintem a madarak nem nagyon kedvelik ezt a jelenséget, amikor a kedvenc nappalozó fáj konkrétan jégruhába öltöznek. Ugye a beszálló helyek mérete is rendesen lecsökken ilyenkor, meg ugye össze-vissza kenik magukat. Ezen a napon kevesebben jöttek be, kétharmad annyi madár volt, és ugye leginkább a lombhullatókra ültek ki, mert a felők még ennél is gyalázatosabb állapotban voltak, és a baglyoknak az egyharmada azt mondja, hogy hát ilyenkor tök felesleges bejönnöm, odakint a határban is pont így néznek ki a lombhullatók, pont elég takarás van ott kint is, úgyhogy ugye fáradjak én azzal, hogy berepülök Túrkemére, most tökéletesen el tudok bújni odakint is, úgyhogy ezek a heti felmérések az ilyen kis apró részletekre nagyon-nagyon jól rá tudnak világítani és magyarázatot adni a dolgokra, ugye ez is szinte rá sem lehet ismerni, hogy ez egy szép barna lombhullatófa volt, és akkor az erdei fülesbaglyok pajtásai, a réti fülesbaglyok, akikről egyébként majd Szél Tóni fog azt hiszem bővebben beszélni itt a fesztivál következő epizódjaiban. Ők ugye sokkal alacsonyabb egyedszámban figyelhetők meg, mint az erdei fülesbaglyok, sokkal ritkábbak is általánosságban véve, ugye a fészkelés is egy ilyen nagyon hektikus dolog a réti fülesbaglyok kapcsán, egy fokozottan védett madárfajról van szó, és amikor úgy gondolja, ő csatlakozik az erdei fülesbaglyokhoz, és bejön velük együtt nappalozni a városok területére. Ezt a két képet egyébként Orbán Zoli kollégám készítette, és azért láttam az előadásban, hogy egy kicsit megtanuljuk megkülönböztetni a két bagolyfajt. Ugye a réti füles bagolynak sokkal kevésbé látványosak a tollfülei, most egyébként ő le is lapítja, csak a neki jobb tollfüle van egy kicsit így felveresztve, még ugye akkor is sokkal visszafogottabb, sokkal kisebb, mint az erdei füles bagolynak. Ugye alapvetően sokkal világosabb tónusú manáról van szó, tehát a hasa az világít szinte az erdei füles bagoly csapatban,
És ugye a már megbeszélt narancssárga íris helyett a rétifülesben volnak citromsárga a szemet, tehát ez egy kiváló bélyeg, és ugye a szem körüli fekete mintázat is teljesen más a rétifülesbabolynál. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy kimondottan. Most nem valószínű, de rajta leszünk. Tehát egy rendkívül gonosz tekintetet kölcsön az a rétifülesbabolynak ez a szem környéki fekete mintázat. Úgyhogy én igazából ennyit szerettem volna elmondani a turkevei bagyok kapcsán, hogyha valakinek kérdése van, akkor hogy látogasson el az AMEBE honlapjára, vagy itt vagyok, és tegyék fel nyugodtan a kérdéseiket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszöntöm Önöket, illetve benneteket. Az előadás témájával azért választottuk ezt a mondatot, mert azért némi kapcsolata mégis van az Erdély Fülesbagoly évéhez, illetve hát az itteni Bagoly Fesztiválhoz. Akár turkevei, akár nem, de aki eljön ide ebbe a térségbe, ebbe a városba, és megnézi a turkevei baglyokat, főleg ez a korábbi évekre volt igazán jellemző, hogy egyszer csak furcsa, kicsit más típusú, megjelenésű bagolyfajokat is látott a fákon az erdélyi füles baglyok között, és hát ő lenne annak a kis apró különbségeivel, mivel egy másik faj réti füles bagoly. Turkevei térségén mondhatnánk azt is talán, hogy egy állandó megjelenésű faj, azonban vannak évek, amikor egyáltalán nem jelenik meg, főleg olyan időszakban, amikor a számára kritikus periódusok alkalmával nagyobb a csapadékmennyiség, hiszen ő inkább a száraz, arid időjárási viszonyokat kedveli. Nagyon egyszerű az oka, hiszen a táplálékállata ebben a térségben a mezei pocok, illetve a bűzérgér, ez akkor tud nagy mennyiségben úgymond itt élni, és hát a tömegprodukcióját maximalizálni, rotációt fejleszteni, amikor száraz az időjárási körülmény, kevés csapadék van ebben a térségben is. Hát ez 2016 óta nem adatott meg, ugyanis 2016 őszétől érezzük ebben a térségben, hát az ebben a térségben az én munkaterületem múlva egy olyan 50 ezer hektárnyi kiterjedésű terület, amiben úgymond tevékenykedek, és ott az volt a tapasztalatom, hogy abban a 2016 őszétől mindig jött a kisemlősök életében meghatározó időszakban olyan csapadékos időszak, ami nem tette lehetővé azóta sem, hogy tulajdonképpen komoly gradációk alakuljanak ki, és mivel a régi különösbagoly egy ilyen invázió követő madár, ezért nem volt lehetősége lekövetni a kisemlősöknek ezt a mennyiségi tendenciáját. Néha maga megjelenés is rendkívül nagy élményszáma megy, akár egyben, vagy pedig a tágabb ételi térségben, nem, hogy a fészkelése. Voltak azért kihívó évek, a 2013-14 körüli időszak, a 2017, ami tipikusan szárazak voltak, és akkor mutatta meg magát ez a faj, Isten igazából az egész országban, hogy tulajdonképpen akkor tudtuk számba venni, hogy mennyi az annyi, tehát nagy durván a megfigyelők alapján ki tudjuk rajzolni azt, hogy mennyi réti különbogói fordulhatott elő Magyarországon, mint fészkelő. Hát erről a fajról van szó. A laikusabbak is rögtön összeveszik az ordító különbségeket ennél a két fajnál. Az egyik, ami azonnal szembe tűnik, ez a citromsárga szem, míg a szomszédos ugyanakkor kisebb képen látható az erdélyi fülesbagolynak egy ilyen barnás, vörvenyes szemszíne, ami hát nyilván minél közelebb megyünk hozzá, és a nappalozó helyeken a hunyorgó kis szemtartási gyermek világunk és a szembogár környékén rögtön kirajzolódik ez a két csodálatos színezet. A másik pedig hát a maga a jellegzetesség, a füleknek a nagysága, hogy a réti fülesbagoly, bár azért fülesbagoly, mert rendelkezik ő is füllel, tollfülekkel, azonban mégsem olyan kifejezett. Ezt leginkább akkor látjuk, amikor ideges, feszült magatartás mutat esetleg felrepülés elő, és akkor láthatjuk azokat a kis tollpamacsokat, de az erdélyi fülesbagolynál a jobb alsó képen lehet látni, hogy nagyon kifejezett. A harmadik pedig a maga az arc
fátyolzatnak a tónusa, ami ilyen világos, bajszínű, fehéres a létiklőt fogja, egyébként így az erdélynél szintén láthatjuk ezt a örvényes, barnás színezetet. Aztán a különbözőség nyilván abban is van, ami az ő elemi jellegzetességük, mint az erdei, az nyilván inkább erdőlapú, vagy a fákat, facsoportokat szerető faj, addig a léti jellegzetessége magába hordozza ezt a megnevezést is, hogy a léteken, a gyepeken fordul elő, legalábbis normális viszonyok között. Aztán később nyilván láthatjuk, hogy mind a tevelési élőhelyek, mind pedig a fészkelőhelyek azért ettől az anomáliától eltérhetnek, de az önében a lét a fülesbagyoknak egy kedvelt előfordulási helye, fészkelőhelye, illetve tevelési időszakban élőhelye. Tájékában térképre vetettük az akkori megfigyelőhálózat adataiból származó, illetve léti fülesbagoly elterjedést Magyarországon. Az első szám az a költőhelyeknek a tól ígyját, illetve költőhelyek költő létszám, költőpároknak a számát jelzi, a per után pedig a telelési jellegzetességet, illetve maximumokat mutatja be. Hát körülbelül ez olvasható ki ezekből a részekből, míg korábban nagyon sok volt a kispunsági kiszáradó lábréteken, a jellegzetes magasfülű élőhelyeken való előfordulás és költés, ez főleg részben Studika Lászlónak is tudjuk a munkáiból, illetve nagyon sok akkori 50-70 éve ezelőtti megfigyelőknek a munkáiból, valamint a Mosonisi környék, a régi hanynak a területe, ezek nagyon jellegzetes olyan költőjek voltak, ahol szinte majdnem minden évben költött. Akkor talán az időjárás is mentesebb volt azoktól a nagyobb kilengésektől, amit mi ma már itt a szemünk előtt történik. A Békés megyei létszám, főleg a telelés tekintetében, ott markáns, ha látjuk a bihari, észak-békési, kisárvédi példányokat. Erről később majd szó lesz, hogy tulajdonképpen miért kedvelték ezeket a helyeket, illetve hogyan oszlott meg a telelési élőhelyeknek a jellegzetesség és érdekessége belterületek, illetve a természetes élőhelyek között. Hát a fészkelőhelyen tekintjük a léti fülesbagyot, ha van olyan szerencsénk és elérjük egy jó évet, és akkor körbe nézzük a magyarországi egykori, vagy pedig a mostani helyeken, meg tudjuk állapítani azt, hogy hát alapvetően ezek a legjellemző, nem csak előfordulási, hanem költői is. Ilyenek a zsombékos macsárrétek, ecsetpázsitos kaszálórétek, szántóföldi mesgyék, lucernások, gabonafilék, ugarok. És ebben már rögtön kivilágít, hogy azért nem annyira, mint évtizedekkel ezelőtt túlzottan gyephez kötődő faj, bár kétségtelen ez azért kimutatható. Őnek már akkor az ökológiai plasztizitása, hogy előfordul más olyan helyeken is, lehet, hogy pont a táplálék forrásnak a közelsége miatt, hogy ilyen úgymond kényszer élőhelyeket is igénybe vesz, és így számára az agro kultúráknak az életterének számos más megjelenési formája is alkalmassá teszi, hogy ő ott úgymond megtelepedjen. Csak hát mindegyiknek a táj, illetve a konkrét élőhelynek a használata dönti majd el, hogy az tulajdonképpen egy ilyen jó választás volt, vagy kevésbé jó, hiszen a veszélyeztetettségi fokozat ezeken a helyeken nem mindenütt azonos. Hiszen mondjuk egy zsombikos macsáréten ma már most vagy legeli egy állat, és az jelentett egy potenciális veszélyt, ha túlzottan nagy mennyiséget hajtanak egy ilyen költőhelyre, vagy pedig egyáltalán nem kezeli, és akkor úgy oda költött a léti fülesbagoly, hogy gyakorlatilag fel is tudta nevelni a fiókákat. Míg egy lucernásoknál, vagy lucernánál pedig hát óhatatlanul hozza magával a használat azt, hogy a költési időt bármelyik periódusra is essen az a léti fülesbagoly költési idejében, biztos, hogy valamilyen fajta veszélyeztetettséget a lucernának használása jelenteni fog számára. Hát egy jellegzetes kép, egy ilyen perjés és egyetpányítós kaszálóréten, ott a fészek bent a csűrűben, hát nyilván az ember csak ezt szerinte akkor találja meg, ha véletlenül fölrepül előtte, ezt kifigyelni igazából nem nagyon lehet. Legalábbis tojásos állapotban kevésbé, de vannak rá nyilván módszerek, hiszen az onnan kirepülő madár, vagy a táplálékot oda a párjának szállító madár, vagy hol
végzi a MÁSZ tevékenységét, a MÁSZ repülését, a híjmadár, ezekből ki lehet következtetni a durva helyet, de hogy egészen pontszerűen legyen, főleg egy nagy, gyepes, homogén élőhelyen nem könnyű feladat. Az már sokkal könnyebb, hogy amikor már eljutott a fészekalja a fiókás állapotig, akkor a táplálékkal bereplő madarak azok egészen pontosan meghatározhatóak, tehát akkor már csak rá kell menni és fel tudjuk fedni a fészek konkrét előfordulási helyét. Hát itt ez egy 2014-es fészkelőállomány összegyűjtésnek az adatai. Hát látszik, hogy eléggé az előbb a térképen bemutatott települési struktúrában rendezőben körülbelül mennyi volt a létszám, és ez a 337, ez az utóbbi időszaknak egy, hogy mondjam, egy kordokumentuma, ebben az évben ennyit lehetett kimutatni. Ez mindig azt jelenti, hogy ennyi minimum volt, tehát ennél csak több lehet, hiszen biztosan voltak azért olyan részei az országnak, ahová szakadatok megfigyelő eseti nem jutott el, és ott rejtve maradtak azok a párok, amik nem lettek számba véve. De hát ez minden ilyen számba vételnél vagy számállásnál óvatatlan előfordul. Hát ez már egy későbbi időszak, amikor már elszáradt a növényzet, és egérárba, taracúza, egyéb aszat és gyomfajok tövében épített fészekbe ugyanúgy járnak be a madarak, és hát ezeket megtalálva találkozhatunk ilyen pillanatokkal, és nyilván nagyon rövid idő múlva ezek elrepülnek, hiszen az embert olyan túlzottan nagy közelségben azért nem viselik el. Hát ez egy ilyen borsóföld, ki gondolnánk, hogy a mi réti füles bagyunk úgymond ezekben az élőhelyekben is jól érzi magát. Lehet, hogy nevezhetjük kényszerélőhelynek, hiszen ha lenne a térségben jó minőségű hely, lehet, hogy ott lenne, de az a fajta fedettség, amit a vegetáció maga körül biztosít, ő úgy gondolta, hogy abban úgy el tudja rejteni mind a tojásos fészeket, mind a fiókákat, hogy azoknak a túlélését lehet, hogy jobban és nagyobb százalékban tudja biztosítani, mint ha egy ilyen folyamatosan leégő, kiítkuló pusztagyebbe rakta volna a fészkét. Maga a költési időszak eléggé megmúlt mindig a bagolyfajok tekintetében, hiszen a táplálék bázishoz kötődik ennek is a kitolódása, elkezdődése, illetve a befejezési időszak. De általában elmondható, hogy az április végétől júliusig terjedő időszaka jellegzetes költési időszaka ennek a madárnak, de vannak nyilván extremitások is. Nagyon korai költés, akár március elején, vagy pedig nagyon késői költés, tojásos fészekalj tekintetében, mondjuk a november eleje. Hát például ezt a fiókát már közvetlen rögképes kor előtt december második hetében fényképezték. Hát maga a földön való fészkelés az a számos veszélyt rejt magában, nem csak a régi különbség esetében, hanem az összes tornyok fészkelő madár esetében, csak hogy mondjam, testnagysághoz, elemenciához, viselkedés tekintetében más-más lehet ezeknek a hatása. Hát az egyik az időjárás, ami generálja nem csak a táplálékállat előfordulást és ezen keresztül a költést, a fészkelőállományt, hanem úgymond ilyen kisebb, ilyen mezoklimatikus különbözőségekre is érzékenyen tud reagálni. Az extrém szárazság, hogy utaltam rá, hozza magával a kisemlős állománynak a fejlődését, a gradációt szélsőséges esetben, de annak elmaradása pedig úgy ki tudja törölni az országból a régi füles baglyot, nem csak fészkelőként, hanem egyáltalán mint előforduló madár, hogy úgy kell összevadászni, megfigyelni, hogy ugyan valaki jelentkezik, kilátott x évben mondjuk régi füles baglyot, nem fészkelőként, csak úgy egyáltalán. Tehát ezek nagyon szélsőséges körülmények. Tehát majdnem a nulla előfordulástól kezdve a sokszázas előfordulásig jellemezhetjük a magyarországi jelenlétét. Hát a belvízes évek kifejezetten kedvezőtlenek ebből a szempontból. Elsősorban nem amiatt, hogy Tocsoba pusztának bizonyos része, ami korábban fészkelőhely volt, hanem az előbb, amit utaltam, hogy a kisemlős állományváltozásnak a hatásait nyilván nem kedveznek a belvízes évek, hanem ellene dolgoznak. Másik a mezőgazdasági géphasználat. Lehetett látni a fészkelők felsorolásának például a Lucernát, hogy az egyik használás ideje biztos, hogy beleesik a régi füles bagolynak a költés idejében,
ezért gyakorlatilag nagyon sok múlik azokon az embereken, a területen dolgozó gazdákon, hogy ki mennyire érzékeny, úgymond ezeknek a földön fészkelő fajoknak nem csak a megismerésén, hanem úgy van-e benne hajlam, hogy egyáltalán valamit azért tegyen is annak érdekében, hogy mondjuk esetleg az a költés sikeres is legyen. Hát nyilván, aki nem ismeri nagyon az élővilágot, neki a lucernát kell figyelni, meg az, hogy egyik rend a másik mellett legyen. Ők ugyanúgy szétvágják a fészekaljat, a fiókát, bármit, mert azért hát ennek most nem volt szerencsége egyszerűen. Hát a vegyszeres rácsaló írtás, nyilván, amikor nagyon sok a bagoly, ne érjük meg, de itt kopogtat, ha lesz egy olyan, akár ebben az évben, most 2020-ban vagy 2021-ben egy ilyen száraz időszak, akkor a kisemlősöknek nem kell túl sok, hogy gyakorlatilag elérjék egy pár szaporodási ciklus után azt, hogy egy borzasztó nagy egyedszámot vegyenek fel, és abban a pillanatban a sajtó is tele van az, hogy ki ez a kenyérgabonát a szájból, ezek a mezeipockók valamit csinálni kell. És akkor megy a szisztematikus rácsáló írtás, jobb esetben célzottan lyukba betéve, betemetve, ahogy azt a használati előírás előírja, de olyan is előfordul, akik ilyen bátrabb emberek, hogy műfejszóróba belenyomják a gramlázókat, szétszórják a lucernát a földre, hogy bárki hozzájuthat. És hát nyilván azok az egerek, amelyeknél már hat a méreg, így könnyebb áldozata lesz a rétifüles bagolynak is, csak hogy akkor az ő szervezetében fog majd akkumulálódni, úgymond az a szervmaradvány, ami szép lassan összegyűlik, és ennek több egészen közvetlen, vagy egy közvetlen kihatása is lehet a madár életére, de egyáltalán a szaporodási sikerre minden bizonyja, sőt, hát ez igazolt is. Predáció. Hát nem egy sima történet ez sem, bár erről lehet, hogy lesznek később képek, igen. Hát ez egy gyomos, inkább ilyen kuhar terület, de már is elkezdik bejárni a gólyák, nem csak a levágott részeket, hanem a lenevágottat is, ugyanis hát egy nagy vegetációs tömeg hatalmas mennyiségű rovart tart el. És akkor mennek nem csak a már lekaszált részek felé ugrálnak ezek a madarak, hanem bent is, ahogy mennek a gépek, egyre bentebb lesznek, és akkor gólyák megfoglossák ezt. Óvatatlan ilyenkor ráadhatnak egy ilyen hirtelen kitörő réti fülegbagolyra, megállnak, meglátják, hát a gólyából nem nézek ki, hogy mondjuk egy réti fülegbagoly fészketésű gondvagyom, tehát tudja, hogy mit kell bánni ezekkel a fehér gólyácsokkal, és teszi a dolgát. Gabonában is költenek, és hát ott is a kombányosokon múlik szinte, hogyha főlegből egy madár veszik azt a fáradtságot, amelynek megnézik, ja, hát itt egy csomó kis apróság van, akkor kihagyjuk. Mert sokszor egészen kis otthagyott zónák elegendők ahhoz is felületek, hogy ezek a madarak megmaradhassanak. Az kétségtelen, hogy az otthagyott védőzónák nagyon sok más faj esetében is kicsit úgy szúrják a szemét a rókának, meg más ragadozónak is, és akkor mert amíg nagy, homogén, 30 hektáros búzatában van, addig akkor most hol keresik a potenciális fészeket? Menjenek végig minden művelési nyomon, az vagy belakadnak, vagy nem. Ez túl nagy meló ráfordítás. De amikor már kis védőzónákban itt ottam, ott ki van hagyva bizonyos fajoknak fészek, akkor már csak az volt kell átfitetni, és hát óvatatlan, hogy azért beakadhat ezekben a megmentett fészekaljakban is. Egyre több gólya gyülekezik ezekre a területekre, még gyep területen is, és hát az itt fészkelő rétifüles bagolyoknak is egyre nagyobb presszió az, hogy ennyi gólya járja a környéket. Felülről barna réti hiák pásztáznak, havas réti hiák vannak a levegőben, tehát elég nagy presszúrának van kitéve akár a tojásos, akár a fiókás fészekalj. Nyilván a fiókák nem egy mozgékony típusok, és hát olyan jó mimikrizálódnak a környezet színében, hogy felülről nehéz észrevenni őket, de majd később beszélek arról, hogy mégis miért válik ez még könnyebb a ragadozó számára. Hát óvatatlan, hogy a róka ebben biztos, hogy kiveszi a részét ebben a vámolásban. Ha később lesz lehetőség, mint hogy már sok fajnál elkezdődött ilyen fészekkamerás vizsgálat, nagyon izgalmas eredményeket hozna az is, hogy rátenni réti fölőkor, hogy fészkedte ezeket, és az egész költési ciklust végigkövetve látnánk azt, hogy az elpusztult predált fészekaljaknál kik a úgymond a kártevők. Néha olyan konkrét jegyeket hagynak hátra, amiből kikövetkeztethető, hogy ki az elkövető, de van, amikor tényleg csak este fényképek, fényfelvétek dönthetik el, hogy úgymond ki cseppésztek onnan a tojásokat, vagy a fiókákat. Hát a fészekvételem nyilván
mind a tojás, mind a fiókák túlésése szempontjából nagyon fontos. A megtalálást követően első, aki tud tenni valamit, az maga az a vállalkozó, az a mezőgazdasági gépkezelő, aki úgymond megtalálja a fészekaljakat, az ő ismeretein múlik szinte az, hogy az elsődleges védelmet megkapja, vagy megkapja. Csinál-e akkor a védőzónát, hogy egyszer két méter, hogy a madár szinte kilátszik belőle, vagy pedig egy 30-szor vagy 50-50 méteres zónát hagy meg a térségben, és akkor az már majdnem, hogy elegendőnek tűnik ahhoz, hogy esetleg ott rejtve maradhasson a fészekalj. Hát itt is, amikor már nem lehet koszka vagy téglalap alapú nagy felületet otthagyni, akkor egy hosszú sáv képezheti azt, hogy annyira, hogy mondjam, ne egy pontszerű kis védőzóna maradjon, hanem hosszan elhúzódva a ragadozónak is nagyobb melót adja, hogy ezt mind végig kelljen nézni ahhoz, hogy esetleg bele akar bukani egy ilyen fészekbe. Maguk a fiókák a fészekben, hát az biztos nem mondok önöknek újat, hogy mivel már az első tojás lerakása után a bagyok ülnek a fészken, ezért elhúzódik maga a kelésnek az időszaka is, időpontjai. Ez azt eredményezi, hogy gyakorlatilag ilyen orvonasípszerűen a nagy fiókától a majdnem éptiket fiókáig, főleg a fészekagynagyság tekintetében meglelhetjük az összes korosztályt. És akkor hát valószínűleg a jobb táplálék beosztás is közrejátszik, hogy amikor már a legnagyobb madár olyan nagy, hogy ő már elcsámborol, kimegy, esetleg már rég repülve önálló táplálkozás képes lesz, akkor még az anyjának vissza kell járni, de akkor nem az ő fiókát etetni, hanem akkor már csak az ott maradtaknak kell táplálékot vinni. Próbálkoztunk sikerrel ilyen fészekelgőknek az alkalmazásával, és azt lehetett megfigyelni, hogy az ugarókon, illetve a szíki réteken rakott fészekaljak esetében akkor még kedvező vegetációs borítottságot jelent a madárnak a zöldnövényzet jelenléte, amikor tojásos állapotban van, de amikor kikennek a fiókák, és elkezd leszáradni a szári-dali viszonyok között ez a pusztagyer, akkor olyan kopár lesz a korábban minden 30-40 cm-esre érő növényzet, és elsárgul, hogy gyakorlatilag a fiókákat majdnem úgy, mintha nem lenne ott semmi, lehet látni. Próbálnak egy-egy ilyen növénycsomó mellé odahúzódni, ha van, ha nincsen, akkor szinte bárhol így előfordulnak azon a szűk fészekörnyéken, mert messzebbre eltogyogni, úgymond nem nagyon tudnak akkor még. Hát ez egy barna létigéjának, hát ez egy iszonyú figyelemfelhívás, egy ilyen fedettség nélküli fiókának a jelenléte még akkor is, ha nem mozdul. Ha sokat pásztázzák a környéket, biztos, hogy kiszúrják, ezt megnézik közeledről, akkor csak megmozdul, és akkor hirtelennyében tápláléki hangon zsárolódik. Ennek a lényege, majd a következő fotón látható, egy vázat képez tulajdonképpen a fészek fölött, és egy ilyen, hát itt ez egy ugarterület, tehát mindenféle gurdint rábolt, mint egy szénafogja, van egy bejáró nyílás, és gyakorlatilag az alatt a fiókák ellesznek. Ugyanis az egyik probléma az, hogy ha nincs búvósáv, búvó lehetőség, akkor ezek a napon, főleg a kisfiókák, ezek szétszikkadnak. Az is egy pusztulás jó. A másik pedig az, hogyha keresnek újabb és újabb lehetőséget, akkor meglátják a mozgást és a barna rétélyek és egy csomó levegőben közlekedő ragadozó pedig meglátja őket, felhúzódják. De ha ide betesszük, ez egy kicsit idegen objektum is, vannak fajok, amik annyira azért ezeket a ember által készített helyeket nem nagyon szeretik, ilyen természeténél fogva, mennyi idő van még, bocs, meg közben itt belemerült. Jó, fogva, tehát egy kicsit tájidegen maga ez az objektum, viszont azt vettük észre, hogy az összes alkalmazott fészek esetében borzasztó jó költési, de nem is egy felnevelkedési siker volt, magánynak mondható. Csak hát ez meg azt kell, hogy mindig tudjuk, hogy hol van a fészek, mert ha nem tud fészek nélkül, azért ez a beavatkozásokat nem lehet elvégezni. Hát itt pár ilyen közeli kép a kisfiókáról. Terelés. Hát itt ugyanazok a számok szinte kiemelve, amelyek korábban ott a dupla térképen látszottak. És hát itt is a következő találtuk ecsetpásztás faszálórét, tarazbúzásrét, ürömös szikes pusztégyebb, sásos kákás mocsárét, pusztégy zsongékos szélzőket, árok oldalak, szorítani növénycsomók, fenyők, egyéb örökzöldek, kakázdió, egyéb nyomtanak, épületek, gyomos erdősítések. De kérdezheti bárki, hogy hát itt van, hogy fenyők, egyéb örökzöldek, kakázdió, hát
nem erdélyfüles bagolyók beszélünk, hogy keveredik ide az egész erdélyfüles bagoly. Hát úgy, hogy amikor az előbb felsorolt tipikusan pusztai élőhelyeken mondjuk nagy helységű csapadék befedi azokat a zsombékközi kis mélyedéseket, ami őnekik télen itt a Magyar Alföldön, a pusztán az egyik legjellegzetesebb nappalozó helye, akkor őnekik valóban máshova kell elmenni. És úgy döntenek, mivel azonos majdnem a táplálkozó területig sok esetben az erdélyfüles bagollyal, hogy hová bemennek az erdélyek, ők is oda bemennek, nyilván nem mindig ugyanazokra a fákra, hanem attól elkülönülve használnak egyéb, nem is mondom, hogy búvóhelyet, mert ha belegondolunk, hogy hogy néz ki télen egy akác, dió, meg egyéb romtalanfa, hát látjuk és úgy virítanak, tehát, de minden esetre ezt a jellegzetességet az ilyen belterületi napolózó helyeken megfigyeltük, hogy nagyon könnyű őket megfigyelni, fényképezni, egyáltalán látni, számba venni, mert sokkal feltűnőbb jelenség a létfülesből, hogy kivéve azokat a példányokat, amelyek lehúzódnak mondjuk az erdélyfüleseknek a helyére is. Korábbi években, tehát amikor voltak az utolsó jó régi fülesbagyos évek, akkor így jött ki a belterületi napolózó helyeken történő előfordulások, és látható, hogy azért nem egy egyedi jelenség. Bár itt ebben a tűzszüke térségben, hiszen az előadás is ilyesről a Túrkeve környékről szólna, tehát itt van a Túrkeve, Kishúszállás, Dévabánya volt talán az első és állandóan használt ilyen belterületi napolózó hely, ahová itt fülesbagyok úgymond bejöttek. Tehát ez egy kényszer, itt nem tudnak lenni természetes körülmények között, ezért bejöttek a belterületekre. Hát ez mutatja a Dévabánya, Kishúszállás, Túrkeve előfordulást mennyiségi szempontból 2011-es időszakban. Majd a 11-12-es időszakban, 12-13-as időszakban, amikor tulajdonképpen Dévabánya kikopott a sorból, ott már nem volt nappalozás. 13-14, és így alakult ez. Egy nagyon jellegzetes fenyőnvaló rétifüles bagoly előfordulás, amiről legeslegelején beszéltem, a kis tolpamacs fülekről, itt már felfedezhető azért, hogy egy nem rétifületlen bagolyról, hanem egy füles bagolyról van szó. Igen, hát így néznek ki, tehát aki a számbavételen tevékenykedett, annak kifejezetten könnyű volt ilyen viszonyok között megszámolni a bagyokat. És hát minden kis kiszögelést, kis engedélyt kihasználtak a tekintetben, hogy ők ott jól érezzék magukat. Ahhoz, hogy összeálljon egy telelő vagy éppen fészkelőállományból alkotott kép, nagyon sok megfigyelőnek a közreműködésé kellett. Hát itt egy kis szösszenet ezekből, ezeknél nyilván még több volt azok, akik adatszolgáltatással segítették azt, hogy összeálljanak ezek a térképre vihető dolgok. Köszönet nekik képen, és én meg önöknek köszönöm a megtiszteltetést.